Önök az első kézből című műsorunkat látják, jó estét kívánok! Ma esti műsorunk vendége Moldován József, parlamenti képviselő. Ahogy már megszokhatták, minden hónap első péntekén tartanánk a műsort. Nagy hétre való tekintettel azonban közös megegyezéssel úgy döntöttük, hogy nagy csütörtökön, tehát ma fog műsorba menni ez a beszélgetés. Köszöntöm a stúdióban! Mi a tanulsága, mik történtek az elmúlt két hétben, három hétben, amióta nem találkoztunk? Jó estét kívánok! Hát attól függ, hogy honnan közelítjük meg a történeteket, hogy mi hol mi történt. Mondjuk a parlamentben. A parlamentben, hát ott ugye napi rendszerességgel történik valami, de ezt a központi tévék is ugye ezt folyamatosan közvetítik, hogy nem telik el olyan hét, hogy ne legyen legalább egy kérés a parlament felé valamelyik kolléga letartóztatása, illetve bűnügyi eljárás indítása kapcsán. Ezen a héten lett volna, tegnap lett volna esedékes ugye Markó Attilának a letartóztatási kérés megszavazása, illetve nem is a megszavazása, tulajdonképpen a parlamentnek a tudomására hozása, mert ugye neki már az immunitása egy esetben fel volt emelve, ez egy másik eset. És ugye az elmúlt hetek mediatizálása, ez ugye a román média főleg ezt teljesen félre magyarázva megpróbálta azt a látszatot kelteni, hogy ugye Markó Attila egy menekülő és egy Budapesten bujkáló politikus. Na most ennek a tegnapi napnak annyi volt a fordulata, hogy amikor miközben a plénumban volt az ülés, akkor Markó Attila beküldte a lemondását a parlamentből, és ezáltal ugye teljesen okafogyottá vált az, hogy most akkor szavazzunk ebben a kérdésben. De nyilván, ez pontosan mit fog jelenteni ezek után Markó Attilára nézve? Tehát ezek után azt jelenti, hogy a parlament nem kell megszavazza az immunitásának a felfüggesztését, mert az immunitása ezzel a pillanattal megszűnik, illetve abban a pillanatban szűnik meg, amikor a parlament tudomást vesz az ő lemondásáról. És attól kezdve nyilván, mint egy civil embert fogja vagy tudja idézni az ügyészség, illetve az elfogadási parancsot ki tudja adni ellene anélkül, hogy ez bármilyen más jogkörbe ütközne. Tulajdonképpen a parlamenti képviselőknek ez az immunitás kérdése nagyon sokszor ez is össze van mosva, tehát a fogalmakat összemossák, mert a bűnügyi eljárás, maga a bűnügyi eljárásnak az indítása, ez nem függ össze a parlamenti immunitással. Tehát bűnügyi eljárást tudnak indítani, és indítottak is ellene is. Tehát ő már mint vádlott, vagy mint gyanúsított van ebben az ügyben, tehát az ügyészek nyugodtan végezhetik a munkát, viszont az elfogadási parancsot nem hajthatják végre, ha a parlament nem vonja meg a képviselőnek, vagy a szenátornak, vagy a minisztereknek az immunitását. Ebben az esetben egy hosszú folyamatnak a végén vagyunk, amiben nyilván, hogy az RMDSZ teljes politikus stábján, vagy hogy mondjam, a képviselőken főleg, ugye mi közvetlen kollégáként nagyon nagy nyomás volt rajtunk az elmúlt hetekben, mert mi ugye azt gondoljuk és azt mondjuk, és erről meg is vagyunk győződve, hogy Markó Attila ezekben az ügyekben továbbra is azt gondoljuk, hogy ártatlan, mert nincsen, vagy nem tudnak olyan érvet felhozni, mint az első ügyben is kiderült, ami azt bizonyítaná, hogy ez az ember valamilyen sikasztással vagy bármivel lehetne gyanúsítani. Viszont ennek ellenére viszont a válthatóság három rendbeli hivatali visszaélése gyanúsítja a képviselőt, ugye? A Restitúciós Hatóság Kártérítési Bizottságának így tagja van, volt. Így van, ez és igaz. És piaci árhoz képest túlértékelt telkek alapján ítél meg kártérítéseket. Igen, de mint az első esetben is, ugye egy olyan ügyben ugyanezzel a váddal kérték az immunitás felemelését, és utólagosan ugye ezt már azóta nem történt semmi, mióta kiderült, hogy Markó Attila ott sem volt ezen a gyűlésen. Tehát, hogy akkor rendben van az, hogy kérjük a parlamenti képviselőnek, vagy bármilyen más személynek az üldözését, vagy a vádemelést, de ennek hol vannak az indokai, hol van a bizonyíték rá, hogy valóban egy valós gyanú állhat fenn, hogy igenis az ember elkövetett valamit. Tehát ebben a másik eset, két esetben is
Én mai napig nem tudom, vagy erről nem volt szó, hogy Marc Attila ezeken a gyűléseken ott volt-e, tehát kezdjük ezzel, hogy ott volt-e, részt vette magán a gyűlésen, tehát a döntéshozatalban. Ugye, és utána pedig, hogyha tovább lépünk ezen, akkor azt kéne megnézni, hogy egy-egy ilyen fórumon maga a döntéshozatal ugye mennyire, vagy hogyan érinti a tagokat, akik ezt a döntést meghozzák. Mert hát tudniillik, hogy ilyen bizottságokban, mint amilyenben ők is részt vettek, különböző emberek, különböző funkciók által voltak ebben a bizottságban, nem azért, mert ők szakértők voltak. Tehát a restitúciós bizottságban nem azért volt benne Marc Attila, mert ő ért a restitúcióhoz, hanem azért, mert ő az RMDSZ által delegálva volt ott, és elsősorban azért, hogy az erdélyi magyar elállomosított ingatlanokat visszaszolgáltassák. Illetve nem az, hogy visszaszolgáltassák, hanem hogy legyen egy rálátásunk arra, hogy ez a folyamat korrektül zajlik, és nyilván, hogy a magyar ingatlanokat, a magyar egyház ingatlanokat elsősorban nem halogatják, nem napolják el, különböző okoknál fogva, hanem gondoskodjunk arról, hogy ezek is kövessék a saját menetrendjüket, és kerüljenek minél hamarabb vissza a jogos tulajdonosokhoz. Na most ez az egész folyamat és ez az egész cirkusz, azt gondolom, hogy elsősorban ezt a restitúciós folyamatot fogja megállítani, ami nagyon veszélyes, mert úgy érzem, hogy Romániában mai napig nincs ez 100%-osan rendezve, mai napig vannak olyan emberek, és Gyergyószent Miklóson is vannak olyan emberek, akik adott esetben nem kapták vissza a jogos tulajdonokat, azt, amit egy állam elvett jogtalanul tőlük, tehát olyan ingatlanokat és olyan javakat, ami az ősöktől jött és örökölték és az övék volt, ezt elkobozta az állam és elvette jogtalanul, és mai napig nincs visszaszolgáltatva. Tehát ezt a restitúciós folyamatot megállítani, ez egy nagyon veszélyes dolog ebben a pillanatban Romániában. Említette a bizottsági üléseket, hogy ott volt-e Marc Attila vagy sem. A bizottsági üléseken nem készülnek jegyzőkönyvek, amelyekben egyértelműen kiderül, hogy kik vettek részt? Hát, de igen, de ugye hát tehát, hogy egy ilyen bizottságban ugye sokszor ez úgy történik, hogy különböző tehát behoznak, tehát az ilyen bizottságban az történt, hogy behoztak egy listát, és azt mondták, hogy van egy lista, mit tudom én, 100, vagy 200, vagy 50, vagy mit tudom, akárhány pozícióval, amiben meg voltak nevezve azok az ingatlanok, amelyeket most jóvá kell hagyni, hogy visszaszolgáltassák. Az mellett ott volt egy dokumentum, ami bizonyította, hogy igenis a szakbizottságok ezt véleményezték, hogy szakemberek megnézték, értékelték, stb. Nyilván volt egy véleményezése magának a restitúciós intézménynek, hogy akkor ők javasolják-e, vagy nem javasolják ennek a visszaszolgáltatását, vagy kellene újra elemezni, vagy mehet ebben a formában. És maga a bizottság annyiról döntött ebben az esetben, hogy elfogadják-e, vagy visszautasítják ezeknek a visszaszolgáltatását. De maga a szakmai véleményezést, én azt gondolom, hogy igazából ugye most utólagosan nem tudjuk ezt a filmet visszajátszani, de én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mi történik abban az esetben, hogyha Marc Attila például azt mondja egy ilyen bizottságban, hogy ő elutasítja a szakvéleményt és nem fogadja el. Ugye, tehát a probléma úgy tevődik fel, hogy ebben a pillanatban azzal vádolják a bizottság tagjait, hogy ők elfogadtak egy olyan szakvéleményt, ami nem volt valós értékre, egy valós, reális piaci értékre építve. De viszont ők, mint nem felértékelő szakemberek, hogyan tudták volna elutasítani olyan indokkal, hogy nekik nincsen meg a szakmai felkészültségük rá? Tehát abban a pillanatban azt gondolom, hogy hivatali... Nem az olyan hatáskörük volt, amit felértékelő. De akkor meg azért lettek volna hivatali visszaéléssel vádolva, mint ahogy gondolom bizonyos esetekben ez is történt, hogy sok esetben fel voltak jelentve, és sok esetben ejtették a vádat ellenük, mert ez egy olyan kettős játék, hogy akkor, hogyha nem fogadom el, akkor megkérdőjelezik, igen, hogy akkor én most jogosan milyen szakmai alapon utasítottam ezt el, ha meg elfogadtam, akkor meg azzal vádolnak, hogy ugye én nekem kötelességem lett volna tudni, hogy ebben az esetben milyen a felértékelés, a reális vagy sem. Ön szerint jól döntött Marc Attila azzal, hogy lemondott a parlamenti mandátumáról, vagy nem kellett volna? Hát én mindenképpen azt gondolom, hogy ebben az esetben az ő távolléte nem teszi jót az igazságszolgáltatásnak. Nem teszi jót elsősorban a saját igazának a bizonyításában. De, és másodszorban azt gondolom, hogy politikailag is az RMDSZ-en egy hatalmas nyomás volt, mert nehezen tudsz kiállni és véldeni valakinek az ártatlanságát akkor, amikor ő nem állott és nem
nem szolgáltatja ki magát a hatóságoknak. De ugyanakkor azt is el kell mondjuk, hogy Marko Attila már kapott egy 3 év felfüggesztett börtönt, egy olyan esetben, mint a Mikó kollégiumnak a visszaszolgáltatása, amiben mai napig meggyőződésem az, hogy ennek a kollégiumnak az esete nagyon is furcsa módon lett a bíróság által meghozott döntés megalapozva. Tehát ebben az esetben azt gondolom, hogy a Marko Attila személyes félelme az valamilyen szinten jogos, mert úgy érzi, hogy az ő igazsága nem volt bebizonyítva, nem tudta a román állam előtt bebizonyítani az ártatlanságát, és ezért egy második vagy egy harmadik esetben már jogosan gondolhatja azt, hogy nem tudja az ártatlanságát bizonyítani. De az egészet összevetve azt gondolom, hogy mégiscsak, ha valaki egy ilyen funkciót vállal ebbe sok mindent be kell vállalni. Tehát a politikai közszereplés, főleg egy kisebbségi politikusnak magával hordozza ezeket a veszélyeket. Tehát akkor, amikor valaki erre vállalkozik, akkor arra is kell vállalkozzon, hogy adott esetben akár meghurcolják, adott esetben akár igazságszolgáltatás elé kell majd álljon, és ott kell megvédje akár az ártatlanságát, akár saját maga erkölcsét. De ugyanakkor nincsen semmi garancia rá, hogy ez másképp is tudna történni. Tehát valahogy ez egy olyan játék, amiben az ember, amikor belekezd, akkor ezzel együtt kell élni. Bizonyos román sajtóorgánumok ugye arról is cikkeztek, hogy Marko Attila szabályosan Magyarországra menekült, és az ottani kormánytól kért politikai menedéket a boszorkány üldözés elől. Nem valós ez az állítás. Tehát Marko Attila valóban Budapesten tartózkodik, legalábbis a mondások szerint, mert ezt még senki nem tudja. Én egy dolgot tudok, hogy mi decemberben valóban Budapesten találkoztunk, amikor a KMKF ülésünk volt, plenáris ülésünk Budapesten, tehát az országházán, és ott találkoztunk, hát mellettem ült, mert így van az ülésrend. Embetűsök ugye egymás mellé kerülnek. Azóta nem találkoztam én se vele, tehát valóban nem járt be a román parlamentbe, valóban nem találkoztunk, de ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ellene nem volt kiadva sem letartóztatási parancs, sem elfogatási parancs, illetve még nincsen, még, tehát nem is, addig nem is körözhetik, amíg nem adják ki ezt a parancsot. Tehát ő szabadon mozoghatott mai napig egyébként, mert mindig nincs ilyen parancs kiadva. Tehát tulajdonképpen, ha valaki őt akarta volna keresni, akkor azzal kellett volna kezdeni, hogy beidézze, illetve hogyha nem tudja beidézni, akkor adjon ki egy elfogadási parancsot ellene, és ha nem jelenik meg adott órába, adott helyszínen, akkor körözésbe kell adni. Tehát ugye ez lett volna a normális folyamata, ez nem történt meg, ellenben ilyen sajtó, azt gondolom kósza hírek alapján, próbálták ezt erősíteni a román sajtóba főleg, hogy ugye itt egy ilyen elbújtatott, egy ilyen nem tudom milyen védelem alatt álló magyar kisebbségi politikusról van szó, ami teljesen valótlan ebben a pillanatban. Az elmúlt héten ugye erőteljesen felzsongtak itt a gazdasági történések, a gazdasági ellenőrzések a megyénken belül. Az országos adóhatóság emberei, az ANAF-nak az emberei tartottak ellenőrzéseket Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és többek között Gyergyószentmiklóson is, ami ugye azzal végződött, hogy tetemes bírságokat róttak ki a kereskedőkre, sőt, üzleteket is zártak be, mert nem tartották be a törvény előírásait. Mit tart ön erről az országos adóhatóság ellenőrzéséről? Teljesen szabályszerű volt, korrekt volt, vagy milyen volt? Én kedden reggel tartottam egy politikai nyilatkozatot ezzel kapcsolatosan a Románia parlamentjében, a plénum előtt, ahol felhívtam a figyelmét a miniszterelnöknek, a pénzügyminiszternek és az ANAF elnökének, hogy ezek a lépések, amiket megtettek ők az elmúlt időszakban, mert ez nem egy kéthetes történet. Ez most csúcsosodott ki, mert olyan réteget érintettek meg, ami elég látványos és nagyon közel van az emberekhez, de már azért ez a csapat már lassan fél éve nagyon sok vállalkozást, akár Gyergyamedencében, akár Hargita-megyében, de Hargita-megyén kívül is nagyon-nagyon sokszor megbírságolt és ellenőrzött. És azzal kell kezdenem, hogy amit elmondtam egyébként a politikai nyilatkozatban is, hogy én maximálisan egyetértek azzal, hogy le kell csökkenteni a
korrupciót, le kell csökkenteni a fekete pénzeknek a mozgását. Nem csak az adócsalás, mert ez a fekete pénzmozgás, ez sok mindent magába foglal, sok nagyon-nagyon sok oldala van ennek, és sok ponton a gazdaságban jelenkezik. És ennek a csökkentése, azt gondolom, hogy Romániának egy prioritás, ami nem mostantól kellene prioritás legyen, hanem nagyon sok évvel ezelőtt. Tehát tudjuk azt, hogy a központi költségvetésben a behajtási ráta az 30-30,5% Romániában, akkor, amikor az unió átlaga 35-38% között van. Ez az 5-6%, ez abszolút értékben nagyon-nagyon sok pénz. Tehát annyi pénz majdnem, mint az egész tanúgynek a költségvetése, vagy akár egy másik szektornak a költségvetése. Tehát amikor pénzről beszélünk, értékről beszélünk, ez a pénz abszolút értékben nagyon sok pénzt jelenthetne a román állami költségvetésnek. És ez mit jelentene? Ha ezt a behajtási rátát meg tudnánk növelni, akkor ebből lehetne fedezni az áfa csökkentést, ebből lehetne fedezni a szociális ellátás növelését, ebből lehetne fedezni a nyugdíjak növelését, tanároknak a fizetés növelését, akár a hétköznapi embernek a minimálbér növelését, vagy úgy általában az életszínvonalnak az emelését Romániában. És ez lenne a cél, és ezen kell dolgozni mindenkinek, aki a közigazgatásban van. Ezért is mondom azt, hogy egy ilyen kezdeményezés a pénzügyminisztérium részéről nagyon helyén való volt, és nagyon időben is azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, amikor már az embereket nem lehet tovább szorongatni. Nem lehet tovább feszegetni újabb adókkal, nem lehet tovább terheket róni az egyszerű embernek a hátára, és húzni ki a zsebéből a pénzt csak azért, mert nem tudjuk máshol behajtani, tehát az állam képtelen, hogy hatékonyá váljon a behajtási oldalon. Ön viszont nem értett egyet az ellenőrzések módozatával, visszaélést emleget. Így van, mert azt gondolom, hogy eddig a pontig ez egy jó dolog. De azon a ponton, amikor olyan dologgal bírságoljuk a kereskedőt, ami nincsen legalizálva, tehát nincsen törvényes keretek közé helyezve, akkor ez nem normális. És konkrétan azért tértem ki, mert csak egy része ennek a visszaélésnek, a borravalóknak az elkönyvelése. Tehát, hogyha kimész egy vendéglátó helyre, vagy egy boltba, vagy egy cipészhez, vagy egy virágárushoz, és azt kéred tőle számon, hogy valaki, aki a szolgáltatásért, vagy teljesen mindegy, hogy milyen más indok miatt úgy gondolta, jó szántából és saját akaratából otthagy egy adott összeget, legyen az 50 bani, vagy 1 lej, vagy 10 lej, nincs jelentősége, azt a pénzt a mai könyvelési törvény szerint nem lehet elkönyvelni. Tehát nincs rá módszertan, nincs rá legális út, hogy ezt a pénzt elkönyveled. Ennek következtében, ha nem tudod elkönyvelni, tehát nem tudod bevenni a költségvetésedbe a pénzt nem tudod bevezetni a cégnek a költségvetésébe, a könyvelésébe, nem tudod sem a kasszába bevezetni, tehát nem tudod fiszkalizálni. Ha nem tudod fiszkalizálni, akkor meg hogy tud valaki büntetést kiróni azért, hogy ezt a pénzt megtalálta nálad, és nem ütted be a kasszába, tehát nem vezetted be a kasszába. Tehát ez egy abszurd helyzet, és ez az abszurd helyzet, amikor olyan valamiért bírságolunk egy kereskedőt, amit ugyancsak mi kellett volna törvényes keretek közé szorítjunk. Tehát ez azt jelenti más szóval az én szempontom szerint, hogy holnap után vagy a következő 5 évben minden áldott nap, amikor ők úgy gondolják, akkor kijöhetnek most az őkre, a pénzügyi hivatalnokokra gondolok, kijöhetnek, kiszállhatnak bárhova, és akár egy furcsa jelenség után bírságolhatnak, vagy bezárhatják az üzletet. Tehát történt konkrét ilyen eset, amikor az ellenőr bement, kért egy kávét, vagy kért mindegy, hogy teljesen mit, és önszántából ott hagyott egy lejt, vagy két lejt. És utána visszament, és az a két lejt számon kérte a kereskedőn, és bezárta 30 napra az üzletet. Nem, ez nem normális. De úgy, hogy tudta, tudomása van arról, hogy ezt a kereskedő, ha akarná, se tudná legális úton rendezni. Tehát ugye, tehát ez az abszurdum, amikor olyan dologgal próbáljuk bírságolni az embert, amit ő nem tud legálisan tenni. Tehát nem, ha akarja, sem tudja ezt megoldani. Mit csinál? Tehát ha valaki ott hagy két lejt, egy boldog, mit csinálja boldog, kidobja az útra pénzt, vagy utána dobja? Tehát nincs rá megoldás. Ennek ellenére igencsak gyarapították a központi költségvet is. Mit tehet az a kereskedő, akiket tehát pont ilyen, úgymond borravaló miatt A furcsasága ennek a sürgőségi kormányrendeletnek az, hogy úgy van megfogalmazva, hogy maga a kereskedő ugye nem vitathatja
az ellenőrnek az álláspontját. Ami szintén egy olyan eljárásra, vagy egy olyan módszertanra val, ami messze van a demokráciától. Tehát egy demokratikus államban nem csinálhatod azt, az állam nem lehet egy olyan állam, ami elnyomó, ami állandóan erőszakos módon lép fel, akkor, amikor ellenőrzésről van szó. Tehát ebben a pillanatban az államnak úgy kell viszonyulnia a kereskedőkhöz, mint partnerekhez, és ugye a politikai nyilatkozatban nem volt ennek helye, de a következő hetekben meg lesz ennek az ideje, és a pillanat, amikor ezt a kérdést az RMDSZ frakció be fogja nyújtani a Költségvetés Bizottságnak és a Pénzügyminisztériumnak, hogy azt gondolom, hogy elsősorban a probléma abból adódik, hogy tulajdonképpen meg kell nézzük, hogy mi a célja az ellenőrzéseknek Romániában. És nem csak a pénzügyi ellenőrzéseknek, hanem úgy általában mi az ellenőrzésnek a célja. Tehát az a célja, hogy szankciókat róljunk ki az állampolgárokra, mert ha ez a célja, akkor rendben van, akkor nincsen semmi probléma, mert így járnak ma el az ellenőrök. Ha viszont az a célja, hogy javítson a hibákon, illetve korrigálja az állampolgároknak a magatartását, és figyelmeztesse ott, ahol tévedtek, akkor teljesen rossz pályán vagyunk, mert nem a szankció az elsődleges ilyen esetben, hanem az, hogy megtaláljuk a problémát. Ha megtaláltuk a problémát, akkor hívjuk fel a figyelmét az állampolgárnak, mondjuk el neki, hogy akkor ebben az esetben tévedés van, és ez a tévedés lehet akár hibán vagy önhibán kívüli, de lehet hibás is az állampolgár, és akkor hagyjuk meg neki azt az időt, hogy ezt a hibát tegye helyre. Ha nem korrigálja jó akaratból, önszántából, akkor azt jelenti, hogy jogosan és nagyon erősen meg kell bírságolni. Gondolja, hogy sikerre fog vezetni testületileg, hogyha fellépnek ez ellen? Hát most én nem azt mondom, hogy mennyire veszik figyelembe egyáltalán az MDSZ-nek a véleményét. Én azt gondolom, hogy ez a borravalónak a kiemelése. Nem azt mondom, és nem akarom ezt állítani magamról, hogy a keddi nyilatkozatom váltotta ki a mai kormányülésnek az egyik napirendi pontját. De a mai napirendi ponton rajta van az is, hogy meg kell állítani ezt az egyleges büntetést, de ugyanakkor az ANAF-nak az elnök a tegnapi nyilatkozatában nyilatkozott arról is, hogy a borravaló valóban nincsen törvényesen bevezetve a könyvelési törvénybe. Tehát magyarul a szép magyarosan a kódfiszkálban nincs bevezetve. És miért mondom ezt? Azért, mert most behozták az újabb adótörvényt a parlamentbe, a kódfiszkált behozták, és ebben sincsen ez a dolog rendezve. Tehát én, amikor a politikai nyilatkozatban elmondtam ezt a dolgot, és egy másik tévéadásban ezt elmondtam, akkor arra is felhívtam a figyelmet, hogy ha igazából a kormány ezt rendezni akarta volna, akkor megvolt rá az alkalmas, meg volt a helye. Mert most hozták be egy hete a parlamentbe ezt az adótörvényt. Tehát az adótörvényt, ha behozták, és nem rendezték ezt az ügyet, akkor azt jelenti, hogy nem is volt rá semmilyen fókusz. Mégis ma az ANAF-nak az elnöke belátja, hogy ez nincsen rendjén, és akkor ezt nagyon gyorsan, akkor ezt változtatni kell. Hát azért gondolom, hogy azért most egy olyan irányba mozdulnak el a dolgok, amikor valóban lehet politikailag, és kell is nekünk politikailag nyomást gyakorolni a kormányra azért, hogy lássa be, hogy ez a módszertan, ez az elv, ami szerint működnek a dolgok Romániában, nincsenek rendjén. Tehát normális országokban, normális demokráciákban nem, az állam nem lehet egy erőszakos, nem lehet egy elnyomó állásponton folyamatosan. Valóban azt hiszem, hogy hatékonyabb kell legyen, valóban azt hiszem, hogy ezek az ellenőrzéseknek a célja az kell legyen, hogy csökkentsük a fekete pénzeknek a mozgását és a behajtást növeljük meg, mert ez mindnyájunknak jót fog tenni, és az életszínvonal ettől nőni fog, és Romániában jobb élet lesz. De nem így. Tehát, hanem úgy, hogy rábírni a kereskedőt, rábírni az állampolgárt, hogy saját magától jusson el arra a következtetésre, jobb neki, hogyha korrektül dolgozik, korrektül viszonyul az államhoz, mert az nem csak a többieknek a hasznára válik, hanem saját maga hasznára is, illetve ha nem teszi ezt meg, akkor igenis nagy bajba kerülhet. Az országos adóhatóság ellenőrzéseit, túlkapásait ugye Klaus Johannis államfő is bírálta. Szerint az adóhatóság úgy viselkedik, mint egy inga, néha egyáltalán nem foglalkozik a problémákkal, máskor pedig olyan apróságokon időz el, amelyek figyelmet sem érdemelnének. Ugorjunk, következő témánk petíció.
borszékért. Ugye nemrég egy mozgalom indult a borszéki balneoklimaterikus fürdőközpont befejezésére. Petíciót indítottak a fiatalok, aláírásokat gyűjtöttek annak érdekében, hogy, hogy egy kormányrendeletet vagy egy kormányhatározatot tudjanak elérni az illetékesektől, amely lehetővé teszi azt, hogy Hargita megye tanácsa partnerként szálljon be a vállalkozásba, és kölcsönt tudjon felvenni, hiszen ha jól tudom, eddig a borszéki fürdőközpontra, a gyógyvizes fürdőközpontra 3,2 millió eurónyi összeget költöttek, és ehhez még majdnem egy ugyanennyire lenne szükség, hogy befejezzék. Igen, ez a... Én nagyon örülök, hogy van ez a mozgalom, tehát tényleg ez egy nagyon jó, pozitív dolog, és azért mosolyog ezen, mert eddig is létezett ez a mozgalom, csak ez elsősorban Miki Jóska polgármesterből is belőle vált, akik folyamatosan most, hogy a fiatalok új erőt vittek bele. Így van, mozgattuk ezt a dolgot. Nyilván, hogy nem a Facebookon és nem ilyen nyilvánosan, hanem ugye évek hosszú során próbáltuk azt elérni különböző kormányzati ciklusokban, hogy ezt a beruházást finanszírozzák és fejezzék be. És azt gondolom, hogy Borszéknek a fejlődése és maga a jelenlegi státusa bizonyítja azt, hogy jó volt ez az irány, és hogy adott pontig működött is. Ennek a borszéki fejlődésnek nyilván, hogy az volt ami volt az előnye, az lett az átka is. Tehát az előnye az volt, hogy volt turisztikai miniszter, Udrea miniszter asszony, igenis szimpatikusnak találta magát a helyiséget és magát a csapatot Borszékről, és ezért támogatta minden irányból, hogy hogy vissza tudjon állni arra az irányvonalra, ami megilleti ezt a kisvárost. Abban a pillanatban, ahogy őt leváltották, minden beruházás és ezzel együtt a borszéki beruházások is megálltak. De ez szinten megálltak. Ezt megteheti, tehát jön egy kormányváltás, látják, hogy belepumpáltak addig x millió eurót, és akkor azt mondják, igen, hogy húzunk egy vonalat, többet nem kaptok, ez az racionális sajnos, egyébként? Nem racionális, de sajnos, hogy megtehetik. Tehát most, hogyha azt mondom, hogy nem is tudom, hányszor voltunk különböző minisztereknél, ugye a volt turisztikai miniszterasszonyt én magam meghívtam Borszékre, eljött, ott volt, megnézte, belátta, hogy igazunk van, belátta, hogy valóban ez egy olyan beruházás, amit be kell fejezni, olyan beruházásnak meg kell finanszírozni, nem tudtak pénzt oda tenni a költségvetésből, hogy ezt befejezzék. És ez nem, erre nem kell különösebb kormányhatározat, hanem egyszerűen csak az kell, egy politikai döntés kell erre, hogy igenis ezt a beruházást be kell fejezni. És ez a döntés önmagában azért mondom, hogy politikai, mert minden más szempontból megalapozott. Tehát kiktől függ egyébként az a politikai döntés? Hát a kormánytól. Tehát a kormánytól és a jelenlegi minisztertől, vagy attól a személytől, aki koordinálja a turizmust Romániában. A parlament és a szenátus. A parlamentben az esetben nem tud, mert a parlamentben minden évben én különböző módosító javaslatokat nyújtok be. Tehát nem csak Borszék turisztikai beruházásaért, hanem ugyanúgy nyújtom be Gyergyószent Miklós terelőútjáért a finanszírozási igényt, ugyanúgy nyújtom be a Csíkszeredai terelőúté, ugyanúgy nyújtom be, mit tudom én, a szociális, a megyei költségvetésnek a növelésért a módosító javaslatokat. És maga a parlamentben ezek a kérdések nagyon nehezen tudnak eldőlni, mert 5%-kal nem tudsz meggyőzni 95-öt, hogy csak azért kell neked több pénz, mert ez magyar lakta vidék. Tehát itt ebben a pillanatban, amikor pénzről van szó, akkor mindenki a saját jogát és a saját szempontját próbálja érvényesíteni. Tehát ez egy olyan döntés kell legyen, amiben a kormány belátja és prioritásként akarja kezelni egyik vagy másik ilyen beruházást. És azért mondom, hogy maga az összeg nekünk, ha azt mondjuk, hogy 3 millió euró, az nagyon sok. De kormány szinten 3 millió euró egy beruházás nem olyan sok. Akkor, amikor mondjuk a szállítás ügyi minisztérium egy-egy liciten vagy tenderen 1 milliárd 600 millió eurós pályázatokat ír ki. Tehát azért, ha arányaiban nézzük az igényt, akkor azt gondolom, hogy Borszéknek az igénye nagyon kicsi, úgy, ahogy mondjuk egy Gyergyószent Miklós terelőútjáért is az összeg nagyon kevés, amit rá kellene fordítani. Ennek ellenére
főleg most ilyen helyzetben, amikor az RMDSZ nincsen a kormányon, tehát nem vagyunk kormánykoalícióban, igenis látszik az, hogy nagyon nehezen lehet kieszközölni ezeknek a beruházásoknak a finanszírozását. És azt kell mondjam, hogy nyilván én örülök ennek, hogy a fiatalok ott vannak például a Borszék esetében, és lehet, hogy több ilyen kezdeményezést kellene elindítsunk a Facebookon, de önmagában azt gondolom, hogy sokkal nagyobb és koherensebb tömegmegmozdulást kellene megszervezünk ilyen esetekben is. Tehát megmozdulunk különböző szimbolikus dolgokért, különböző hagyományokért, különböző események kapcsán. De lehet, hogy olyan dolgokra is kellene koncentráljunk, mint a mindennapi életünk, és ezeknek a kormány által finanszírozása, és akkor ilyen esetekben kiválasztani 3, 4, 5, 10 olyan beruházást, ami fontos, és ezért is fogjunk össze is, és egy közös úton, vagy közös szempontok szerint próbáljuk ezt a kérést a kormány felé továbbítani. Mert azt gondolom, hogy ennek igenis van ereje. A borszéki objektum egy fontos beruházás lenne. Ez ön szerint ez egy kétségbe esett gesztus, hogy akkor hitelhez folyamadna mind az önkormányzat, mind a megyei tanács? Nem hiszem, hogy kétségbe esett gesztus, hanem hogyha, mit tudom én, 3 év eltelt, most már idestóval ez a 3. év, és nem sikerült finanszírozást kieszközölni, akkor a Borszék polgármester pragmatikus ember lévén úgy döntött, hogy akkor egy másik finanszírozási módszert kell alkalmazni. Ő azt is tudja, hogy a Borszék költségvetése nem engedi meg azt, hogy ő egy ilyen beruházást önmagában véghez tudjon vinni, illetve mi, hogy ez kormányberuházás volt, tehát állami beruházás, nagyon nehéz lenne, hogy egy magánberuházót, magánbefektetőt bevonni ebben. Tehát itt a mai jelenlegi ugye közhangulat miatt is nehezen lehetne ezt kivitelezni. Még akkor is, hogyha ez egy racionális megoldás lenne, hogy keresni egy magánberuházót, és a hiányzó összeget mellé téve megcsinálni a beruházást, és utána közösen, vagy akár, mit tudom én, bérve kiad. Nem kizárt, de bevállalni nehéz. Egy politikusnak ma ezt a döntést, mert félő, hogy mit tudom, 1 év, 2 év, 5 év múlva valaki majd kitalálja, hogy akkor ez is nagyon nem volt rendjén, mert valakinek nem tudom milyen előnyt akart ebből kovácsolni. És ezért azt gondolja, hogy erről ő tudna többet mondani, de a beszélgetéseink alapján az ő elképzelés, az ő gondolata az, hogy ilyen szempontból az önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat, mivel ez a központ, ez a kezelő központ, ez nem csak hogy megyei érdekeltségű, hanem országos érdekeltségű. Tehát ilyen szinten nem tevedik fel a probléma, hogy maga a megye be tud-e szállni, vagy nem. Egyébként a megyét már évek óta próbáljuk rávezetni arra, hogy próbáljon figyelni erre a beruházásra, és tegyen lépéseket az irányba, hogy támogassa ezt a beruházást. Mert minél később fejeződik be, minél később lesz befejezve, annál később lehet ezt használatba adni, és annál később azt gondolom, hogy ez megye szinten is minden nap, amivel később lesz megcsinálva, annál inkább veszteséget okoz a megyének. Tehát miért mondom ezt? Azért, mert ez munkahelyeket hozna létre, jövedelmet generálna elsősorban Borszék önkormányzatának, de ugyanakkor a megyei önkormányzatnak is. Tehát, hogy ezek a bevételek, ezek a jövedelmek, ezek az adók, az illetékek, ezek bizonyos szinten ugye nem csak helyi önkormányzati szinten mozognak, hanem megyei szinten is ugyanúgy kihatnak. És hogyha megyébe bejön egy adott összeg, akkor az az összeg az teljesen ugye arányosan oszlik vissza a többi településre is. Tehát az én szempontom, és ezt több évvel ezelőtt elmondtam, az, hogy Borszék úgy önmagában, mint a megye északi részén lévő város, egy gazdasági motorja lehet a térségnek. De ugyanúgy gazdasági motorja kellene legyen a Gyilkostó, ugyanúgy kéne legyen Parajd, ugyanúgy kellene legyen mondjuk Korond. Tehát, hogy vannak olyan helyszínek a megyébe, amit lehetne relatív kevés pénzzel, kevés beruházással ettől arrafele lehetne úgy elindítani egy olyan irányba, hogy ez a megyének gazdaságilag növekedés hozzon, és olyan ipart indítson be, amiből ugye mindenki vízszintes vagy más különböző módon részesülhetne. Mert egy turisztikai iparág ez magával húzza teljes mértékben a szolgáltató ipart. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy
mondjuk Borszéken, hogyha létrejön mondjuk 200 munkahely a kezelőbázis által, hogy ezzel megáll az élet, hanem ez azt jelenti, hogy utána nyilván, hogy van egy szolgáltatóipar, mert akkor ezzel létrejön egy vendéglátóipar, ha létrejön, mit tudom, még megépül egy-két szálloda, abba is kell személyzet, ott kellnek közgazdászok, kellnek szobalányok, kellnek pincérek, kellnek lakatosok, kellnek villanyszerelők, de kell az a kiszolgálóipar, aki a háttérből kiszolgálja ezt az ipart. Ugye ott akár a pékségtől, az egyszerű kenyérnek a beszállításától egy vendéglőbe, odáig elmenően, hogy ki fogja megvarni mondjuk az ágyneműt a szállodának. Tehát, hogy azért ez egy olyan iparág, ami igenis tud, még akkor is, hogyha nem látványos, vagy nem egy nagyon-nagyon nagy jövedelmet generáló iparág tud lenni, de a kisiparosoknak, a kisvállalkozásoknak nagyon-nagyon sokat tudna segíteni. Moldován József, köszönöm a beszélgetést. Kedves televízió nézőknek köszönöm a figyelmüket, mindenkinek áldott húsvét ünnepet kívánok, viszontlátásra. Én is kívánok Gyergyószemiklós lakosainak egy áldott húsvétot és kellemes ünnepet mindenkinek, és köszönöm a beszélgetést.